Parafúzó! Imádjuk a parafúzót, mert azt mindig el lehet lőni egy jó rodában. Szóval. A mozdulat lényege, hogy egy auszammaus lendítésből tudjuk a legjobban megindítani. Ez ugye egy 360 fokos mozdulat. Szépen bemutatom. Így néz ki. Egy alap. Auszammaus. Se rugás, semmi, csak az akrobatika. A következő a lényege. A legjobb, hogyha van egy kevés szivacsunk, mondjuk úgy egy ekkora, ilyen magas, 2-3 tornaszterem szivacs lefektetve egymás mellé. A lényeg a mozdulatnak az az, hogy rá kell pörögni. Megtanuljuk azt, a lendítést, hogy meglendítjük, mint egy auszammaót, és a kezünket behúzzuk teljesen hátra. Könyökünket lendítve, lábunkat lendítve. A szivacson pedig végig gurulunk. A lényeg az, szivacson gurulásnak, hogy valamennyi mozdulat történjen a levegőbe, mert különben elég viccesen néz ki, hogy a szivacson petrengsz. A lényeg az az, hogy maga ez a mozdulat történjen meg párhuzamosan a földtől. Vízszintesen a földtől. Vágás! Vízszintesen a földtől. Ami azt jelenti, hogy ha van szivacsunk, begyakorolhatjuk nagyon könnyen, nagyon egyszerűen, hogy ahogy elugrunk, a vállunk már lehet a szivacson, és foroghatunk tovább. A lábletétel meg majd jön, ahogy jön. Minden egyes alkalommal, amikor gyakoroljuk a parafúzót, nagyon fontos, hogy figyeljük meg, miként tudjuk helyezni az első lábunkat a lendítés során, hiszen feldobjuk, és itt meg kell tartani. Ott meg kell tartani, és a mások meg kell átlépni. Ami azt jelenti, hogy a szivacson történő forgáskor is oda kell figyelni, hogy ahogy elugrasz, ez a láb ne forduljon ki. Ne esd rá rosszul. Ezért, amikor elugrasz, kinyújtod a lábad. És úgy forogsz a szivacson. Amikor már érzed, hogy jobban megy, és körülbelül egy ilyen szinten le tudsz érkezni térdre, és úgy tudsz tovább fordulni, vegyél ki egy szivacsot. És akkor a szivacs mérete egyre alacsonyabb lesz. Gyakorlod tovább, amint érzed, hogy már majdnem meg tudsz állni a lábadon, kiveszel még egy szivacsot, egy szivacs marad. Na és most jön a legszebb. Akinek nem volt szivacsa, vagy nincsen, mint nekem nem volt, kicsit rizikósabb, de balettosan meg lehet talán tanulni. Sőt, tutira, mert én megtanultam. A lényeg az az, hogy magánál a lendítésnél nem lendítjük teljesen fel a lábunkat, vízszintesbe a földi, hanem csak körülbelül egy ilyen 45 fokos szögre. És hogy meglendíted, leteheted, és a következő. Lassú kis ugrálás ez, fel, és következő. Egy mártaló kruzádóval tudod utána követni. Mártaló kruzádó. Innentől kezdve arra kell törekedni, ez a mozdulat maradjon is meg egy 45 fokos szögben. Köszönjük, srácok! Ez a mozdulat maradjon is meg egy 45 fokos szögben. Ahogy meglendíted, próbáld meg magát a forgást nem megállítani a levegőben. Nagyon sok ember ott hibázza, hogy megijed attól, hogy a másik láb megpróbálja megkerülni a rugaszkodó lábat. Megijedik, hopp, és egy ilyen zakó állt a lábon a vége. De ha hagyod a mozdulatot érvényesülni, és a forgást, akkor szépen követi mindenféle erőkifejtés nélkül a lábad, a csípődet, illetve a elrugaszkodó lábad körvonalát. Komolyan mehetnék kommentálni. Itt jön a nehezebb rész a parafúzónak, ugyebár. Mivel nem elég ezzel a lendítéssel csak így elugrani, hanem bele lehet tenni egy rugást, és minél magasabbra kell vinni magát a parafúzót, minél szebb legyen a trükk. Ennek a lényege a lendítés. Ez a lendítés már nem csak így működik, hanem egyfajta fellendítésként is. Fel kell vinned a lábodat, miközben megy. Lendítés, felvisz, és onnan a forgás. Ha mindent jól csinálsz, ez se kerül sokkal, de sokkal több erőkifejtésbe, hiszen csak az alaplendítés az, amit be kell gyakorolni. Ez pedig ez. Oké?
Szóval ez a lendítés technika meglendített fel a Violodi Frenchhez. Fel. És fordul. Jó, másik irányba kedvelőknek ugyanaz a technika. Elugrik. Ugyanígy. Lendület. Pénz. Szivacs. Ha nincs, ugyanúgy. Csak átugrod. Vágás nyit készül.